Jelentősen leromlott az utóbbi években a Tímári Szabolcs vezér általános iskola természettudományos tanterme a folyamatos beázások miatt. Most viszont megújult terem várja már a tanulókat, a falakat kifestették és a padlóburkolatot is kicserélték benne, hamarosan pedig az új iskolabútorok is a helyükre kerülnek. A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy több mint 38 millió forintos pályázat keretében újította fel, a tantermen kívül még az iskola öltözőit és vizes blokkjait is, valamint fejlesztette az elektromos, illetve fűtés hálózatot, továbbá több tanterem is új padlóburkolatot és bútorokat kapott. A Nyíregyházi Tankerületi Központ igyekezett megpályázni minél több pályázati forrást annak érdekében, hogy tanulóink, pedagógusaink minél korszerűbb körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak. Ez volt a fejlesztés célja. Itt az infrastruktúrális feltételeket javítottuk, a tanulási tereket modernizáltuk, korszerűsítettük. A megfelelő infrastruktúrális háttér biztosítása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék a tanulói lemorzsolódást, illetve a végzettség nélküli iskola elhagyók számát. Nagyon fontos, hogy a gyerekek itt az általános iskolát úgy végezzék el, hogy biztos alapokat kapnak, és lehetőség szerint tovább tanuljanak, vagy menjenek gimnáziumba, vagy menjenek szakközépiskolába, vagy szakiskolába, tehát mindenképpen végzettséget szerezzenek, mert ez a magyar társadalomnak is jó, nem csak a családoknak, településeknek, hanem összességében mondhatom azt talán még, hogy a munkaerőpiacnak is jó, mert könnyebben el tud helyezkedni az, akinek van valamilyen végzettsége, vagy egyetemi főiskolai diplomája, vagy éppen szakképzettsége, és talán többet is tud keresni ezáltal. Vinnai Győző azt is elmondta, hogy a jelenleg 11%-ot meghaladó iskolai lemorzsolódási arányt néhány éven belül 10% alá csökkentsék.